És most dr. Tótné Kis Brigitta levelének felolvasására kérjük Tölgyesinél Magdolnát. Köszönöm, megtiszteltetés, hogy szólhatok. Ja. Zolit jól ismertem, együtt voltunk Szíriába és Libanonba annak idején, 2009-ben. Nagyon jó előadásokat tartott ott is. Na hát a özvegye levelét, tisztelt szervezőt, meghívók, tisztelt Gurabi Csabáné Ágnes asszony, kedves konferencia résztvevő, tisztelt dr. Diviké Nagy Attila, levelező elnök úr, levezető elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönettel értesültem arról, hogy az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség, a Magyarok Szövetsége és a Lelkiismeret 88 Egyesület az idei 2024-ben megrendezésre kerülő 5. alkotmányjogi konferenciát néhai férjem, dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, jogtörténész, Szent Korona kutatója és ismerője, emlékének szentelik. Bár a konferencián személyesen részt venni nem tudok, engedjék meg, hogy az alábbi gondolatokat megosztva és hangsúlyozva lélekben és szellemben ott lehessek önökkel ezúton. Dr. Tóth Zoltán József életében és munkásságában jellemzően a nemzetben, a nemzet egységében gondolkodott, és ehhez kapcsolódva kívánta helyreállítani a történeti alkotmányt, mely tudományos munkásságából jól ki is vehető eredményes irányvonal. A meghívóban azt írják, mivel az alaptörvény valóban nem lett a történeti alkotmány jogelveihez igazítva, így a konferencia célja között szerepel ennek elméleti kidolgozása is. Mindezek a jelen történelmi helyzetben államunk szuverenitásának folyamatos csorbítása nyomán nagy jelentőséggel bírnak, sőt a jövő nemzedékeinek érdekében is szükséges egy ilyen tisztázó jellegű konferencia. Dr. Tóth Zoltán József a történeti alkotmány vívmányai és a jelenkor közjogi, közjog és társadalmi politikai viszonyok kihívásait együttesen szemlélte. Az alaptörvényt úgy tekintette, hogy az lehetőséget ad a jelenkor kérdéseire adandó válaszokra a történeti alkotmány vívmányainak tiszteletben tartásával. Általam ismert munkáiból az olvasható ki, hogy 2011 évi alaptörvény által nyújtott lehetőségeket a legnagyobb mértékben igénybe kell venni a jelenkor alkotmányos viszonyainak alakításánál. Az alaptörvény létrejöttét maga is segítette és üdvözölte. Kevésbé az alaptörvény alapjainak módosítását, inkább annak valóságos érvényesítését, a közjogi helyzetnek az alaptörvény adta jelentős lehetőségek szerint való alakítását tartotta fontosnak. Ha a történeti alkotmánynak a maguk korába meg nem fogalmazott alapelveit vizsgálják és keresik, ezekkel kapcsolatos fejtegetések találhatók a Hungária Archivum című 2017-ben megjelent dr. Tóth Zoltán József által is írt és általa szerkesztett tanulmánygyűjteményben. Kívánok mindannyájuknak a nemzetünkben Isten áldásával kísért békés 2024-es esztendőt, magyar megmaradást. Isten óvja Magyarországot! Üdvözettel dr. Tóth Zoltán József özvegye, dr. Tótné, dr. Kis Brigitta. Hát még erre voltam felkérve, hogy Hun Attiláról mondjak egy kis szösszenetet. A Budai Krónikának 1473 szövege a következő. Attila, Isten kegyelméből, Bendegúz fia, aki Engandiba született, a nagy Nimród unokája.
a hunok, médek, gótok, dánok királya és az Isten ostora. Engadi jelentése a törvényháznak ura, birtokosa. Edesszának volt a legkülönböztető jelzője. Olyasmit kell érteni, mint az országház vagy a királyi palota, királyi vár. Hát ilyen helyen született a mi Attilánk. De talán az édesanyja, akinek a nevét én más ünnökének hívták, a királynő és a királyné származott. Az edesszai Adi Abenei királyi házból, éppen úgy, mint Jézus urunk édesanyja. Attilában élt, és ez ad magyarázatot cselekedeteire. Szerénységére, egyszerűségére, igazságosságára és istenes oltára. A nemzet múltjának szentségként való is tisztelete az, amely megtartani képes egy nemzetközösséget. Ezért elsőrendű feladataink közé tartozik, hogy fiataljaink az elhallgatott múltunkat és a történelmi valós igazságot megismerjék. Bakai professzortól egy pár gondolat. Azt tanítják gyermekeinknek, hogy a 9. század első harmadáig nem létezett magyarság. Ez képtelenség. Csak úgy lett magyarság. Addig szakadatlanul ődöngött a világban, évezredeken keresztül, bandukolt Eurázsiában, nem szívódott fel a magyarság, és nyelvük is megmaradt a mai napig. Krisztus születése előtti évezredekben már földrajzi neveket adtak hegyeknek, völgyeknek, folyóknak, Kárpátok, Duna, Tisza, Maros, stb. Ezzel szemben a nagy római birodalom Trajanus idejében adott provinciai nevek még az 5. századot sem élték meg. Attiláról még véletlenül sincs szó, mintha nem is létezett volna. Írott források alapján hazánkban már időszámításunkat megelőző időkben is hungurok, azaz magyarok éltek, írja Jordánes gót püspök 550 körül. Attila képe az utóbbi időben gyökeresen megváltozott. A Washingtoni News 2006. január 3-án külön számot jelentetett meg a világ 11 legnagyobb uralkodójáról. Ebben Linda L. Crankton történész 6 oldalt szentelt a Krisztus utáni első évezred Július Cézár melletti legnagyobb egyéniségének, Hun Attilának, aki azért született, hogy felrázza a világot. Egy jelentős munkában Attila nem mint Isten ostora, hanem a hősiesség, a vezetőképesség és a bátorság eszményképe. Jelenik meg, aki a magyarok nagy őse, aki nem arra vágyott, hogy szeressék, hanem hogy szándékait megértsék. Ő a mitoszok embere, akit a világ félreértett, birodalma sok nemzetiségű volt, amelyben nem az számított, hogy ki honnan származik, hanem az, hogy milyenek a képességei. Attila igazi nagyságának diadalát az 1990-ben, majd utána 9 kiadásban több mint 500 000 példányban megjelent New York Times bestseller sorozatban Wes Roberts kötete jelentette meg a Hun Attila uralmának titkai címmel. A kötet Attila király uralkodói titkát kutatja, és minden mai katona és polgári vezető kézikönyvének ajánlja. A kötet alapos kutatáson nyugszik, és a legnevesebb katonai és állami vezetők ajánlását bírja. Attilát a világ legnagyobb vezéregyéniségének, James Patterson mondja, akinek elvei alapján a legfelsőbb vezetés ma is megvalósítható. Paul H. Zalecki, a General Motors vezérigazgató helyettese, Attila vezetői elve alapján vezeti vállalatát. Az amerikai katona vezetők pedig nélkülözhetetlennek tartják a katonatisztek kiképzésének. Csak Magyarországon nem tartják. Az attilalizmus címen 33 pontból álló gondolatból 4 pontot ismertetek. A hunok nagyságának titka, hogy uralkodójuk mindig népe javát akarja. A jó uralkodónak soha nem szabad magát nagyra tartani. Egy erős vezető egyéniség erős alattvalókra talál. A vezető elgondolásai mindig valóságosak legyenek.
A szakrális királyaink égben fogant végtelen hatalma, melyet népükért használtak, fény évnyi távolságokra volt a barbár nyugatiak Róma romjaiba kapaszkodó hatalomőrületétől. Mindkét római birodalom az adófizetője volt Attilának, mégpedig igen nagy tételben. Ugyanakkor a hunok élelmezték őket. Ez úgy volt lehetséges, hogy az eurázsiai búzamtermő öv mind a hunoké volt, hatalmas hajóparkjuk pedig a termény elszállításával foglalkozott. Ami itt a legdöbbentőbb érnek tekinthető, a szkíták, hunok, avarok, Attila, Baján és később Árpád mozgalma körül az a felismerés, hogy a Krisztus előtt 1200 táján indult a hun háború Kínától Rómáig. A rabszolgatartó társadalmak szétzúzását célozták. A rabszolgatartók borzalmas irtást végeztek Európa magyar földműves őslakói között. A felszabadítottak szinte minden rokon népet Eurázsiában, és egyúttal felszámolták a nagy ókori rabszolgatartó társadalmakat. Miért tettek volna ilyet? Hát mert ők tudták, hogy egész Európa földművesei, az őslakók, a Kárpát-medenceiek, a kelták nyugaton és a szkíták, szarmaták keleten mind az ő népük, és a reájuk telepedők nyomása alatt nyelvüket és nemzetüket készültek elveszteni. A harcias nagy állattartók, a rettenthetetlen katonák jöttek felszabadítóként vissza földműves testvéreik hívására, és a nagy munkát el is végezték. Amikor Krisztus után 451-ben Attila seregével Róma kapuinál megáll, Róma püspöke megy, az ellenállás reménytelennek tűnik, és megadása jeléül Róma kulcsait egy kispárnára helyezve Attila lába jelé teszi. Attila nem szállta meg Rómát, viszont a kulcsokat és a párnát a benne lévő évi adóval együtt nem hagyta ott, hanem magával vitte a Kárpát-medencébe, ahol akkoriban a főhadi szállása volt. A korona Zománc képén Szent Péter oldalán a kulcsokkal. Attila a köristen ostora tulajdonképpen bevonta az önjelölt Róma és Bizánc jogosítványát. Bizánc kapuinál Krisztus után 447-ben járt. Tette ezt a köristent a teljességet kifejező Szent Korona birtokában, amelynek nyilvánvaló igazságát ez a két elhajló szekta megkérdőjelezte azzal, hogy attól eltérő hamis világképet hirdetett. Tudnilik az eredeti, az égi atya is, plusz a földanya, a kör, plusz a kapcsolat, melynek gyümölcse a fiú, a ten. A háromság nem helyettesíthető az atya, a Szentlélek és fiú háromsággal, melynek a természetben nincs analógiája. Csomor Lajos kimutatta, hogy a Szent Korona egy-két évtizeddel korábban készült, és így már Attila birtokában volt. Mi ebből a tanulság? Először is az, hogy Róma püspökei, a későbbi pápák több mint 1500 éve jogosítvány nélkül vezetnek. Az Attila, mint napember, naphun, vagyis a napisten fia, Attila aranykán volt, ősi nyelven sárkán, a sár arany nap, Európa legnagyobb aranyvezére. És van egy érdekes professzor úr, a Horthy Miklós meghívására 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós dr. G.G. Modi, aki óriási tömeg jelenlétébe tolmácsolta India üzenetét, üdvözletét. Majd előadást tartott a régi magyarok nagyságáról, visel dolgairól, faji őserejéről címmel. Ebből az előadásból egy részt emelek ki, leghatalmasabb királyunkat, Attila nagy királyunkat, az Isten ostorát kívánom bemutatni és jellemezni. A magyarok mindig az első faja voltak a világnak, és azok is maradnak mindvégig a történelmi idők jó és bal sorsán keresztül. Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait összehasonlíthatatul legnagyobb hadvezéreit,
legnagyobb államépítőit és államszervezőit, zsenieit önök magyarok adták. Tudják-e önök, hogy Attila hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai, héroszai, egy Szírosz, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Cézár, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák. Ki volt a világtörténelem folyamán Attilán kívül, aki a kínai nagyfaltól az egészen Atlanti óceánig terjedő, két világrészt átfogó roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Attilán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenie, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat, nem csak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusba összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel feltartani tudta volna? Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, és így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Attila a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be. Ez a Gigi Mod indiai történész hun kutató. Archidegnum csak egy mondat, főkirályságot, őskirályságot jelentett. A magyar szent korona nem Szent Istvántól, hanem Attilától származik, ez nagyon fontos. Hármas koporsójának történetét talán sokak számára ismert. A számmisztikában a család száma és a feltámadásé harmadnapra halottaiból. A koporsó három rétege a következő. Kívül vas, a vas a marsféme, középen ezüst, mely a holdféme, belül pedig arany, a napféme. A három égitest ideje Szent Benedek napja, március 21, ez a tavaszi napi egyenlőség. Monda szerint Attila újra testet ölt, mégpedig háromszor a történelembe, és egyszer csillagserege élén, ez lesz Csaba királyfi. Hogy hol tartunk most a történelemben? Három alak már bevégezte földi uralkodását. Szent László király, Mátyás király és második Rákóczi Ferenc. A negyedik még nem jött el, de közel van, már elindult felénk. Attilát olyan szinten ki akarták iktatni a magyar nép gondolatvilágából, hogy II. József a Szent Koronáról is levetette az Attilát ábrázoló képet. Most Konstantin van ugyanott. A legmodernebb technikák azonban segítenek a régi rajzolatot rekonstruálni. A régi naptárakban május 21 volt Attila névnap. Ugye kitalálják, hogy most melyik név kötődik ehhez a dátumhoz. Igen, Konstantin. Hát ennyire fontos volt a csere. Ilyen szinten hamisították a történelmet. Például példanélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiára arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki. Rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, sivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek is. Lásd Trianon. Akinek nincs múltja, annak nincs jövője sem. Hát itt kitérnék a Vámbéri árnyéra, hogy miket, ha egy rövid történet, hogy a török bazárba potom pénzért megvette ősgesztánkat, a tárik üngürüszt, melyet a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozott, hát biztos sokan ismerik. Az ősgeszta elmerült a papírrengetekben, a bűnöskor bűnös terméke, a pogánynak nevezett ősvallás korának üldözött terméke. Titokként őrizték föld alatt, kő alatt, könyvtári titkos rejtekekben, kéz ne érintse, szem meg ne lássa. Süvöltötték a fekete századok a magyar nép kálváriájának, és mondjuk ki, megvakítatásának századai. Tény, hogy középkori krónikásaink, Anonymus Kézai képes krónika
Krónika Hungarorum, stb. Szerzője nem ismerték a tájékműgülist. Szulejmán a királyi várost lángoknak adta. Terdzsimán Mahmud, a nagy szultán kísérője, magyar származású tolmácsa, fejét kockáztatva néhány más könyv kíséretébe kimentette a tűzből az ősgesztát. Mahmud egy Szulejmán számára lefordította törökre. Így maradt ránk az akadémia könyvtárába 120 évi kallódásra, ahonnan szorgos hazafiú kezek előkaparták, és 1988-ban nyilvánosságra került. Bakai Kornél írja a Zsarátnok újságba, ismét őt idézem, most a utolsóban, 24. január-februári számában. Hogyan lettünk finnugrok? Napjainkban sem hallunk mást a rádióban, tévében, mint hogy a hun-magyar rokonság csacska meséjét nem szabad elhinni, a szkita hun-magyar kultúra egysége badar képzelgés. Egy vidéki főiskolánk igazgatója, magamfajta történész másfajta véleményét ködvívásnak nevezi hozzátéve. Teljesen felesleges, hamus illúziókat kelteni. Ezt az Életünk című újságban 1994-ben. Ugyanakkor az ő tudományos cáfolata a feltehető, a valószínűleg, a vélt és az elfogadott kitételek halmazából áll. Tanártársa pedig kioktat, hogy nem szabad nemzettudatot alakítani, mert a nemzettudat alakítását a közvélemény a nevelőkre kell bízni. Majd ők eldöntik, hogy mit és hogyan fogad el a nép az identitás alakító tényezők tudományos eredményéből. Kínában 15 ezer ázsiai hunsírt tártak fel. Hiába keresik a kapcsolatot, a magyar hivatalos szervek a MTA fülebotját sem mozdítja. A Magyarságkutató Intézetet szintén jó úton elindult, régészeti eredmények születtek, nemzeti kormányunk megszüntette az intézetet. Továbbra is a finnugor elméletet szajkozzák. Még mindig itt tartunk, de nem adjuk fel. Van egy másik, de 1830-as években találták meg az első ékiratos táblákat. Addig az időig senki nem foglalkozott őstörténelmel, mivel a Bibliát elfogadták, mint leírt őstörténelmet. 1872-ben Sir G. Schmidt, angol régész, kijelentette a szumér és babiloni agyagtáblákra hivatkozva. A bibliai genézis teremtés első szövegezése egészen új megvilágításba fog kerülni, azon feliratok alapján, mely oly soká hevertek eltemetve a káldeus és az asszír települések halmaiban. Dr. Rimóci László írja 1966-os nagyszabású könyvében. Az egész zsidó sémita a héber történelem a valóság tükrében összelopkodott anyag, a korabeli és a szomszédos kultúrnépek történelméből, melyet átformálva, átköltve a zsidó nép történelmévé tettek. Igen, kész. Igen. Egy verset gondoltam a végére még. Kif? Nem mondjam? Na jó, akkor köszönöm. Na jó. Kifogyhatatlan ősi erő, kitéphetetlen gyökereink, összekötnek a végtelen kötélben, s szálasoljon fent a magas égben, testünk alant pihen, lelkünk föntről figyel. Az élőkhöz száll le minden égi jel, egyéfor hitünkben múlt, jelen, jövő, erős gyökerekből óriás fa nő. Köszönöm szépen!